Megvallom, hogy már tegnap is többször a környékre jöttem, kíváncsiskodtam, ugyancsak távolról figyeltem a bázis építését, de fantasztikus volt látni azt az együttműködést, ami jellemezte az itt dolgozókat. Fantasztikus volt látni azt, hogy hogyan állítják a sátrat a nagy melegben, hogyan épül föl ez a kis városa mai napra. Nem először járok Kőbálán, többek között itt is születtem, és nagyon sokáig szerencsére itt is éltem, és viszonylag rendszeresen visszajárok. Turbusz Gábor, aki itt Kőbányán újraélesztette az Ökővást, a KST-t, a Kőbányai Sportklubot, már több alkalommal voltam itt kínálok edzésen is, és aztán mondta, hogy lesz ez a rendvédelmi nap. Meghívott, én pedig örömmel eljöttem. Nem is visszaállt a Covid előtti szintre, hanem várakozásoknak megfelelően majdnem 1 millióval több utas várható, mint a Covid előtti utolsó teljes évben 2019-ben. Hát nyilvánvalóan ez nekünk egy megfeszített munkát jelent, egy folyamatos odafigyelést igénylő szolgálatszervezést jelent, de azt tudom mondani, hogy álljuk a sarat. Magyarország a trianoni békediktátumra egy olyan kényszerpályára került, amiről nagyon nehéz volt letérni. És ha belegondolunk a világháború időszakára, 1939 és 45-ös időszakot, bár Magyarország ténylegesen 45-től résztvevője a háborúnak, akkor valamit vissza kellett adni, én így szoktam fogalmazni, azoknak a döntéshozóknak, akiknek a jóvoltából 38 és 41 között Magyarország az elveszett területének egy részét visszakapta. A Magyar Hadtudományi Társaság elnökének, dr. Szenő Zoltánnak az ötlete volt, hogy egy picit belecsempészük, ha már így teljesen lefedjük névileg is magát a rendezvényt, és akkor erről folytak tárgyalások, és kerületvezetőségével így állapodtunk meg, és ennek tiszteletére idén meg is született a rendezvénynek a logója is, ami a Honvédelem és Kőbánya logójából és a rendvédelmi pajzsból alakult ki. Úgyhogy viszont egy eléggé hosszú tradícióval rendelkező rendezvény, ez így sorszámot megtartottuk, hogy ez már a 17., de idén először Kőbányai Hon és rendvédelmi napok lett a rendezvény.